A produkció vége László azonos című regényének a felhasználásával jött létre, és a valós élet inspirálta. Leültünk, Andrással is beszélgettünk, de úgy, hogy egymást szájából vettük ki a szót, szóval nem volt a nézeteltérésnek még egy halvány nyoma se. Úgyhogy ilyenkor, amikor megnéztem az előadást, akkor még arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobb, mint a regény. Az előadásban játszó színészek többféle szerepet formálnak meg. Elmondásuk szerint a próba folyamatot nem egyformán élték meg. Valószínűleg nehéz is erről a témáról beszélni. Normális ember, gondolom, azt mondaná az egészre, hogy hagyjuk már a fenébe, és előrefelé nézzünk, és ne hátrafelé. Tehát számomra nem volt ez egy sétagalop. Mindenképpen nagyon jó volt ez a próba folyamat, úgy tudnám lezárni. Tanulságos volt, voltak benne olyan pillanatok, amik megráztak, és olyan pillanatok, amik földobtak. A rendező szerint a legfontosabb az volt, hogy rávilágítsanak azokra a problémákra, amelyek általában Újvidékhez és Vajdasághoz kötődnek. Folyamatosan Újvidékre koncentrálva, erre a városra és erre a regényre koncentrálva született meg ez az előadás. Persze minden pillanatban egyfajta jelen időből szemlélve. Az előadás bemutatója vasárnap február 16-án lesz 19 órai kezdettel.